Sziasztok! Ezt a Marki Filmszes videót egy 5 percet találtam, körülbelül. Utóbb feltobta, én meg vagyok arról a győzetve, hogy ez még biztos nem volt így videóba. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ilyen lehet. Nézzük meg! Sziasztok srácok! Én Marti vagyok, és ebben a videóban teszteni fogjuk a Randonautikát, mert ugye elvileg, aki nem tudná, az annyi, hogy az egy app, ami elvileg leggenerál nekünk egy koordinátát, és ott bizony panoramás dolgok fognak történni, és ezt leteszteljük, hogy tényleg igaz-e ez az állítás, vagy sem. Na, és akkor hát le is generáljuk itt a nagyba izét, koordinátát, és na, egyenesen előre. Itt nem fog lámpázni, mert itt vannak, meg horgászat, hogy ilyesmi nem akarunk zavarni. Szóval csak így kövessük a koordinátot, azt megyünk tovább. Srácok, és annyi szúnyog van, hogy konkrétan 5 másodpercenként rám száll 2. Szóval brutális. Srácok, és szélsebesen robogunk előre. Oszt, jaj, csapatjuk itt a dolgokat. Remélem lesz valami, nem? Ja. Remélem. Meghallunk. Igen, és az operatőrnek a leírás volt van a Discordja, szóval majd csak halljátok azt is, meg az én Instámat is. Szóval srácok, most vagyunk át egy ilyen parkolószerűségen, és nekünk arra kell menni. Ja, a sötétbe be. Így van. Várjál, csak megnyitom. Nem tudom, hogy jobban látszódik. Valami? Igen. Most látjátok, van előttünk egy hosszú út, és oda fogunk végig menni itt az úton. Addig remélem nem jut el senki. Na, szóval. Mindig megyünk felfele. Most itt kell lenni, ahol meg kéne látni már a végét. Nem kilátszódok? Igen. Jó van. Az a baj, hogy meleg van, füdet levegő. Meg annyi szúnyog van, hogy beszarás tényleg, hogy konkrétan percenként rám szállok 10. Kicsodunk mindjárt. Mondd, izgulsz? Nagyon, félek. Remeg a kezem. Mi fog történni? Meghalunk. Egyébként lehet, hogy ez az app igaz, mert találtak egyből a kulvát is, egy aktatás kell a maradványokat, vagy ilyesmi. És az nem fake videó, mert kihívták a rendőrséget, mert ők mindent, szóval nem hinném, hogy ez fake videó lenne. Szóval elég érdekes. Ugye ezt tudod, hogy így a hegyre visz? Aha. Ez a hegyen mi lenne? Úgy ki tudja. Mindenki? Azt hitt. Tudják, hogy baj van. Ja. Érzik a Randonautikát. Na, több minden vagyok kérdés. Látszik még valami? Hát nehezen, de igen. Kapcsak lámpa? Hát ja. Nem tudod bevilágítani másokhoz, tudod? Nagy itt az egy balhé vezet. Különnök balatákat. Csak nem. Ki tudja. Mindjárt ott jön amúgy. Van egy érvérem. Ég, hogyha lesz valami amúgy. Izgatottan vállom, hogy mi lesz. Komolyan? Komolyan? És komoly tudom mit. Mindjárt vége van a... Amúgy bárki ezt esvírózhatná, vagy... Jól tettek a lámpát. Hallod? Mondd. Majd előveszed a lámpát, gomb be. Jó van. Ír lámpa vagy úgy sokkal jobb. Úgy vakut is benyomatod itt közben. Ja. Az a legjobb. Nézzétek, azt írja, hogy egy perc. Egy perc. Húgy fogáron. Az közben már 5 perc mennünk. Már látom. Már látom. Nem játszódik? Hát... Ne szórakozz, hogy azt a házat mutatja. Várja.
oda. Az enyen az umbolyrán. Eléggé pixels. Ott a ház. Már ne zumbolgassunk már este. Ezért tudom, szóval gyerünk. Sátok, hogy jelenet valami, úgy kéget. Olyan mondom. Hú, a fiad. Ez kemény, nem? Szerintem meg kiugrana valami. Valami. Feltalálta egy új szellemet. Srácok, ezt mindenki a saját felelősségre csinálja, mert hát mi nem vagyunk ott, szóval nem tudnak is hétre, ha bármi gond lenne. Szóval tényleg mindenki saját maga felelősségre használja ezt az applikációt. Még akkor is, hogyha kamu. Menjünk. Hát nem nagyon látni semmit. Nem. Oda nyomasz. Ott van, ez látszik. Várjál, kapuzok az én telomba magamra, és akkor... megoldjuk. Jaj. És látok, így lesz, mert így, így láttuk engem is. Na, tovább így. Szóval, és látok, így lesz, mert így láttuk engem is. És ott ülj az én telomba. Hallottad? Te is hallottam? Hallottam. Szerintem inkább menjünk innen. Nyílt az ajtó. Ahó! Valaki? Honnan jött a ház felől? Kinyit az ajtó is. Van itt valaki? Nem tudom, inkább próbáljuk meg legközelebb. Jó, nézzük be. Próbáljuk meg. Jesszus. Nagyon durva. Lehetett ebben menni Robin a drággal. Látod? Látszik kamerába? Világ is tovább. Gyerekek, ilyen? Srácok, szóval... mutatom, én ekkora vagyok. Nézzétek, ha mekkora mögött van a növényzet. Szóval... hallottad most ezt? Szerintem van. Wow, egy kizenet. Jó, ez majd nekem menekült. Hát figyelj, ezt úgy lehet megpróbálni, hogy visszajövünk úgy, ahogy nappal. Fontosan hallok valami hangot, nem tudom. Én is hallottam. Ki van bent valaki, ami... hagy valami. Aó! Hallgatózzunk egy picit hátra. Próbáljuk meg. Mint ha most bezárult volna az ajtó, úgy hallottam. Eddigében volt. Nyílt a szemesik között. És nem nagyon van légáramlat, szóval szél az nem ilyen okozhatta. Nagyon mászik rajta. Micsoda? Arra fent tett, ott a tetején nagyon mozgott valami. Várjál, hát szóval, hogyha futni kell. Várjál, oda zoomolok a izével. A lámpával, csak nagy mögé. Várjál. Ha látsz egy világító szempát, akkor...
Nem nagyon látom most semmit. Szerintem elment. Igen, láttam. Kétszer is láttam. Én viszont nem láttam semmit. Kicsit érdekes. Van csend, van csak a tüskök. Mint egy horrorfilmben. Amúgy igen. De engem vagyis, hogy nem látszódott, hogy igen. Most nem. Ebben látod hátra. Ő azt hittem, hogy nyitott az ajtót, de nem, mert csak a fának az árnyéka volt. Virágított. Én is hallottam egy mozgásodlat. Ja. De nem biztos, nem tudom. De lehet, hogy valami őz vagy akármi. De ez én vagy... egyből ízékre gondoltam a szellemekre, nem hagyasz. Azt, hogy alig látni most falon itt. Igen? Aha. Így? Nagyon. És én nem látok semmit. Így jobb, nem? Rám zoomoltál? Aha, így látszok, igen. Fontosan hallok hangokat amúgy mögöttem a házból. Hát én is hallom. Para. Az a baj, hogy ott a növény olyan brutál nagy, hogy konkrétan nagyobb, mint én. Sem tudunk bemenni. Szóval, itt a törzsérletünk vége. Mi bementünk volna, csak mondom, hogy akkora növényzet van, ilyen nagy tüskés gaz, hogy ezt inkább hanyagoltuk. Te mit gondolsz? Hanyagoljuk? Szerintem is, majd visszajövünk legközelebb. Szerintem is. Jobban felkészül, mert ez így veszélyes. Ja. Meg kicsit veszélyes itt a sötét hegyen lenni, egy merdős, kihaltabb részen, szóval... Szóval szerintem mennyi mehetünk, nem? Szerintem menjünk. Szerintem is. Hát... Nem volt túl nagy szem. Ez... Jobb. Szóval nem volt túl nagy szem. De hát... Ez van. Mondtam, amíg felkerül YouTube-ra, mint azt... Úgy látjátok. Aztán... Ennyi. Ha valamiért mégis tetszett volna, akkor lájkoljátok, vagy és per vagy iratkozzatok föl, ha akartok, és kommentben megírhatjátok, hogy hogy tetszik ez a... Szerintem most már lehet mondani az, hogy sorozat. Mint attól független, ha tetszik, hanem akkor is fogok még ilyen csinálni, úgyhogy annyira nem lesz. Tehát nem fogtok befolyásolni vele. Esetleg kevesebb lesz, vagy ha pozitív visszajelzés van, akkor több. Maximum ennyiből fogtok befolyásolni. Na, sziasztok!